Egy kórházat azt tesz nagyjából, vagy hát inkább úgy mondanám, hogy megfelelővé, hogy megfelelő tartalommal töltjük meg. Nézzük meg, hogy mi történt itt az elmúlt három évben. 2022-ben már több mint 1300 szülés volt az intézményünkben, azt azért elmondanám összehasonlításképpen, hogy ez durván egy olyan háromszoros növekedés három év alatt. Ahogy látható, a szekcióarány az 51%-os volt. Ezzel a felvezetéssel ajánlotta a szakmai előadás sorozatot a résztvevők figyelmébe dr. Lovas András. Mint kiderült, a szülészet több szakterület bevonásával működhet a legeredményesebben. Ez a kétnapos konferencia ezt a tímmunkát hivatott erősíteni. A cél a szülészeti vérzések okozta probléma, megfelelő, gyors kezelése, ellátása. A 21. században közel 100%-os rendszert kell produkálni, és sikerlátával kell dolgozni. Nem szeretném aratni a babérokat, az anesteziológusok részéről volt a kezdeményezés, ugyanis ez igazából kifejezetten a szülészeti vérzésekre lesz, és lett kihegyezve ez a kongresszus, ami nagyrészt sebészeti, de még nagyobb részt anesteziológus intenzív terápiás utánkövetést követel egy súlyos vérzéses szövődmény esetén. Nagyon érdekes, hogy a 21. században megváltozott a szülészet helyzete, ami általában mindig igaz a természetre. Ha megtanulunk kivédeni valami betegséget, például a szülészetben a vezető halálokot, a fertőzést, akkor helyébe lép egy másik entitás, egy másik probléma, egy másik szövődmény, ami átvezeti a vezető halálokoknak a szerepét. Ez főleg a fejlődő országokban a szülés utáni vérzések is, a szülés alatti vérzések, terhesség alatti vérzések, és a kultúrfejlett államokban is jelentős egészségügyi ellátást és problémát okoznak. A kétnapos előadás sorozat során az adott szakterületek előadói igyekeznek széleskörű tájékoztatást adni a legújabb kutatási eredményekről, például a várandósok élettanáról. A feltolt rekesz miatt csökken az a térfogat, amit mi föl tudunk tölteni oxigénnel a légúti biztosítás előtt, és ehhez jön az, hogy a várandós nők még kb. 25%-kal több oxigént is használnak fel egy perc alatt, úgyhogy minden ellen dolgozik, és ugye előfordulhat, ugye egyéb szervezeteket érintő változásnál, hogy a várandós nőknek jelentősen megnövekedett az emlék, ami légúti biztosítás során a laringoszkóp behelyezését bizonyította, akadályozza, úgyhogy ezekre is számolnunk kell. Dr. Sári Tamás úgy gondolja, az intenzív terápiás ellátása szülési vérzések esetében nagyon nagy csapatmunkát igényel. A szülészeti vérzések ellátása első lépésben sebészi, a vérzés forrásának a megszüntetése, viszont ezek a folyamatok egy bizonyos ponton túli vérveszteségnél, amit előre nem tudunk megítélni, és utólag is nagyon nehezen mérhető, átfordul egy olyan helyzetbe, ami egy intenzív terápiás ellátást igényel, az, hogy ezt Kiskunhalason sikerül megoldani magában a betegellátásban, az annak köszönhető, hogy gyakorlatilag egy országos minőségű, a NEST intenzív osztályos csapat dolgozik a szülészetnőgyógyászat és a neonatológiánk mellett együtt, közösen, az érzéstelenítésben is és a szövődmény elhárításban is.